Annak idején 13 évesen éppen az Etónál kezdett focizni Tóth Alexandra, aki immár utánpótlás koordinátorként ért vissza nevelő egyesületéhez. De a Király sportkomplexumban is ismerősként üdvözölték, hiszen a győri szerepvállalása előtt még a Haladás Viktória játékosa volt. Mindig jó érzés a régi játszótársakkal találkozni. Én úgy gondolom, hogy lezártam egy korszakot összességében, pláne itt az orvos is megerősített abban, hogy a versenysport az nem fér bele. Női felnőtt csapatban rengeteg utánpótláskorú játékos van, és ebből kifolyólag figyelemmel kísérem az NB1-es mérkőzéseket, illetve a Kulcsár Zsolt vezetőedzőnek amennyiben lehet segítem a munkásságát. A szombathelyek várták jobb előjelekkel a mérkőzést, a két együttes ugyanis a nyári felkészülés során már találkozott egymással, akkor a Viktória győzött. A győrieknek ráadásul az utolsó pillanatban még változtatniuk is kellett, és a rutinos félikrek egyikére sem számíthatott a vezetőedző. Szegény embert még az ág is húzza, ugye már úgy érkeztünk, hogy két játékosunk nem tudott ugye részt venni a mérkőzésen, plusz mérkőzés előtt a Pacsuta Dóra ugye belázasodott, ő se tudta vállalni a mérkőzést. A mérkőzést a fehérmezes vendégek kezdték jobban. Elsősorban az előző szezonban még a Haladásban játszó öreg Szintia lendületes játékának köszönhetően, aki itt éppen Bódai fejére varázsolta a labdát, Bírót azonban kisegítette a kapufa. Aztán magához tért a mérkőzés esélyese, de nem tudta megszerezni a vezetést. A Haladás Viktória sokszor támadta le az Etót már a saját tér felén, de ez a csapdázás még nem igazán működött. Ahhoz, hogy te ott labdát szerezzél, azért egységesen kell mozogni, és tudni kell azt, hogy mikor, hova megyek, mit csinálok, és ha nálam van a labda, akkor mit csinálok. A 29. percben aztán a félidő legszebb támadása gólt hozott. Akár tervezőasztalon is rajzolhatták volna a győriek, ahogy öreg Szintiáig eljut a labda, a kapitány fekete vízi passzát éleszögből lőtte a hálóba. A meccs az nagyon hajtós volt, de szerintem mindig ilyen a két csapat közt a meccs. Ez mindkettő klubnak szerintem olyan presztízs, ugye nyugati rangadó. A hazaiak megpróbáltak ritmust váltani és jobban a győriekre erőltetni az akaratukat, de rendre hiba csúszott a támadás befejezésébe. Ez persze az is kellett, hogy a fehérmezesek remekül segítsék ki egymást, és olykor még a kontrákra is futotta. Egy ilyen támadás végén Vida Boglárka növelhette volna az előnyt, de Bíró Barbara jól olvasta a lövés irányát és hárított. Edzésen ezt gyakoroljuk, hogy a földön játszunk, és ezeket a kis passzokat, kis háromszögeket, vagy ilyesmiket, kényszerítőket gyakoroljuk, azért ez itt most az első fél időben szerintem nagyon jól látszott. Meg tudtuk lepni a Haladást, első fél időben nagyon szép támadásokat vezettünk, sikerült egy gyönyörű gólt szereznünk, illetve még a fél idő vége előtt volt egy nagyon nagy helyzetünk. Az első fél idő tehát az Etóé volt, a játékukat a szövetség kapitány is dicsérte. Kombinatívan és nagyon ötletesen játszott az Eto, tehát nem véletlenszerű támadásokat vezettek, hanem tényleg nagyon jól bontották meg a széleket. Nagyon jól kapta sokszor üres területbe a labdát az öreg Szinti, aki ezt jól be is adta, a gól előtt is volt egy nagyon szép fejes, ami a Bódai Vikitől, ami a felső lécen csattant. Tehát teljesen tudatosan játszották ezt a támadójátékot, és jól meg is tudták oldani. Nincs titok, tehát a munka nem hazudik, az, hogy taktikai jegyzéseik vannak, és most már képzésen végigmennek a lányok, és tényleg nem 14-15 évesen kerülnek be a női labdarúgás végkeringésébe, hanem 6-7 évesen, és végigmennek a képzésen, és itt nem csak a fizikális, és nem csak a technikai, hanem a taktikai képzés is mondom. Nagyon sokan fiúk között kezdenek el játszani, ez egyértelműen cél, hogy minél tovább legyen ez így. A folytatáshoz az osztrák határ feletti szupercella adott különleges hátteret. Intenzívebben kezdték ezt a játékrészt a hazaiak, Bokros Veronika azonban szép védésekkel a meccsben tartotta a csapatát. Elég nehéz, főleg most esett is, és hogy nagyon csúszik, ezért ilyenkor megpróbálok mindent ütni, mi bármi, csak gól ne legyen. Az 51. percben aztán már ő is tehetetlen volt. Herceg szögletét Szíltünde fejelte a hálóba, megszerezve szezonbeli 5. gólját. Rajta kívül idén más Viktória játékos még nem iratkozott fel a góllövők közé.
Amit el kell felejteni, az, hogy ennyire hitetlenül játszunk. Kapu előtt igazából nem tudtuk belőni a helyzeteinket, rengeteg helyzetünk volt, többször egy az egybe a kapus ellen. Ebben nagyon sokat kell fejlődnünk. Továbbra is sokat kell passzolni, stabilan kell hátul védekeznünk. Ami ezután jött, arra még a legrutinosabb meccsre járók sem emlékeznek. Amíg a vihar felől szép nagy évben kikerült a pályát, először orkán erejű szél söpört végig a stadionban. A pályaépítésnek köszönhetően olykor sivatagi körülmények voltak. Az Eto azonban nem tudta kihasználni az óriási hátszelet. Az ivó szünetben mindenki a szivárvány csodálta, mire azonban elkészültek a fotók, már is leszakadt az ég. A szurkolók nem győztek felmenekülni a lelátó felső soraiba. De ez sem tartott sokáig, hiszen mire a következő helyzet jött, már viszintesen permetezett az eső. A körülményekhez a szombathelyek jobban alkalmazkodtak, ám a vezetőgólt mégsem sikerült megszerezniük. Arra volt téve a hangsúly, hogy figyelmesebbek legyünk az előrejátékba, pontosabb passzokkal menjünk a kapu elé, és persze fejezzük be a támadásukat, mert nincs semmi értelme, hogyha szépen kidolgozzuk mindkét oldalon, vagy akár középpályán a szituációkat, hogyha nem vagyunk eredményesek, és nem hozzuk be a 3 pontot a meccs végén. Az utolsó percekben mindkét csapat eldönthette volna a 3 pont sorsát. Előbb az Eto, de Bódai a kiugratás után nem lőtt el ütemtelenül, hanem a kapusba vezette a labdát. Erre reagált azonnal a túloldal, a haladás Viktóriába csereként beálló német Zsófia mehetett volna a mennybe, de a lövésre már nem maradt ereje. Próbáltam őket megnyugtatni, hogy ne kapkodjanak, meg ne essenek kétségbe, elrontanak valamit, hanem tessék bátran csinálni, amit tulajdonképpen edzésen gyakorlunk, meg tudnak. Meg is volt a sanszunk arra, hogy megfordítsuk azt, hogy a kapu előtt nem vagyunk kellőképpen pontosak. Hát ez tulajdonképpen visszaköszön a edzéseken mutatott játékba is. Maradt így az 1-1. Az ellentétes félidők láttán talán igazságos pontosztozkodás a nyugati rangadón. A haladás Viktória itt továbbra is egy győzelemnyire áll a dobogótól, míg az Eto az első pontját szerezte meg az idei szezonban.